Szeretettel köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepén. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Luszma Jánost, Leányfalu polgármesterét, hogy köszöntse az emlékező közönséget. Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy különleges ünnep, hiszen az 5 évünk ugye letelt, és ezt lehet mondani az utolsó nemzeti ünnep, amelyet ez a testület rendezett. Lehet mondani, hogy talán büszkék lehetünk az eredményeinkre, de arra mindenképpen büszke vagyok, hogy a sikerült teljesítenünk, hogy eddig ugye az 5x3-15 nemzeti ünnepünkön egyetlen egyszer sem lett politika beleszőve a ünnepi beszédekbe. Bár a mait még nem hallottam, de aztán feltételezhetem, hogy ez ma is így lesz. Én azért is gondolom, hogy ez egy eredmény, mert ugye mindenki emlékszik talán rá, hogy ugye Gulyás Gergely is járt nálunk, Hatházi Sándor, vagy Vitályos Eszter, akik attól függetlenül, hogy én nem kértem őket, hogy aktuál politika ne szerepeljen az ő beszédükbe, mindig korrekt és beszédet tartottak. Nekem lenne egy álmom, hogyha mondhatom ezt, és talán sokan tudják, hogy kit idéztem, hogy mondjuk ez átterjedne az országra is. Én azt hiszem, hogy a nemzeti ünnep az arról szólna, hogy minden politikai beállítottságtól függetlenül a nép együtt ünnepelne. Én remélem, hogy el fog jönni ez az idő Magyarországon, és remélem, hogy Leányfalun ez a jövőben is így fog maradni. Itt a körbenézek, ugye ennyi idő után, meg hát a korábbi töltött időm alatt is azért nagyjából tudom az embereknek a gondolkodás módját, és soha nem volt ebből probléma, ugye, hogy mondjuk két helyen tartottunk volna ünnepi megemlékezést. Ezt a gondolatot szeretem volna elmondani, és megköszönöm mindenkinek, mert azért itt nagyon sokan vannak, akik minden nemzeti ünnepen itt voltak, és én azt kérem, hogy ez a jövőben is így legyen, és kérem, hogy a jövőben is minél többen jöjjenek el a nemzeti ünnepekre, hiszen ez a 3 ünnep, ami egy évben van, ez igazán határozza meg a nemzeti összetartozást. Legalábbis ez az én véleményem. Köszönöm, hogy meghallgattam. Somogyi táncok következnek, előadják Abonyi Zsófia, Száva Borbála, Rahos István és Orbán Márton. Fogadják őket szeretettel. Az a gazdag Miklós, hey, 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 hey,
Hogy mondja el ünnepi beszédét. Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Köszöntöm díszpolgárainkat, köszöntöm polgármester urat, volt polgármester urat, atyát és mindenkit, aki eljött. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt vannak. Egy ünnepi beszédmondót, ugye nagyok az elvárások. Egyrészt arról kell beszélnem, amit már mindenki százezerszer hallott. Szent István államalapító tevékenységéről, de úgy kell róla beszélnem, hogy valami újat mondjak, valami mást mondjak, mint az eddigiek. Ugye ez igen nehéz feladat, de megpróbálkozom vele. És gondoltam, hogy a történelem tanár vagyok, hogy mondok sok érdekességet Szent Istvánról, meg az egész korszakról, mert tele van apró kis érdekességekkel és izgalmakkal. De inkább arról fog beszélni, hogy mit nem értek Szent István munkásságában. Miért nem értem igazándiból az ő tevékenységét. Ugye Szent István azt gondolom, hogy a legnagyobb magyar volt, a legnagyobb magyar hősünk volt. Ugye egy ilyen nemzet esetében, ahol ennyi hős, ennyi kiváló személyiség van nemzetközi mércével vérve is, nehéz merész mondani egy ilyet, hogy a legnagyobb magyar, de én azt gondolom, hogy ő volt az, aki a legnagyobbat tette a magyarsággal. Mégpedig azért, mert ő nem forradalmár volt, nem talált föl nagy találmányokat, nem szabadságharcos volt, hanem valami egészen más csinált.
ő egyszerűen, illetve nagyon bonyolultan az emberek gondolkodását, az emberek hitét változtatta meg. Ugye, és az ember hite az a legalapvetőbb tulajdonsága, egy hit olyan erős, amiért akár más embereket felképes áldozni valaki, vagy saját magát is. Tehát igazából egy hitet, egy mély hitet megváltoztatni, én azt gondolom, hogy nem lehet. És ami még érdekesebb, hogy ezt Szent István egymaga csinálta. Ami azt jelenti, hogy nem voltak mögötte társadalmi rétegek, nem volt egy elnyomott osztály, aki fellázadt, nem volt egy bárói liga, aki segített neki, vagy egy erősödő polgárság, de még a március ifja sem voltak ott, hanem ott volt ő. És még a családja sem volt mellette, mert tudjuk jól, hogy nagybátyjai, unokatestvérei lázadtak föl vele szemben legelőször. És ott volt az édesapja, Géza fejedelem, akiről tudjuk azt, hogy két Istennek áldozott, de még ő sem volt a hitben, teljesen eltökélt. És ott volt István, aki ki lehet volt bízni, talán feleségében és talán két fiában, akik megérték a nagykorúságot, de ezt a két fiát is, ugye Ottót és Imrét is elvesztette. Tehát akiben tudott kapaszkodni, azt talán mondhatjuk azt, hogy felesége a bajor származású hercegnő. Tehát egy ilyen feltételrendszerben kellett neki valami egészen más csinálni, egy régi hitet felváltani egy új hittel, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz feladat volt számára. Történelemtanárként ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor tanítok gyerekeket, akkor nekem mindig az volt a legnehezebb probléma, hogy nem elmondani, mi történt, meg hogy történt, hanem kicsit megváltoztatni a gondolkodását a gyerekeknek, és ez sajnos sok felnőttnél is így van, hogy meg kell változtatni, mert az ember hajlamos arra gondolni, hogy ha ő most itt van, aki a múltban élt, az nyilván nála nem volt olyan nem volt annyira képzett, nem volt olyan okos. Tehát én bölcsebb, okosabb vagyok, mert ismerem, hogy ő mit tett, miért tette, és én nem úgy tettem volna. És ugye mindig el kell neki magyarázni, hogy ez egyáltalán nem így van, mert nem vagyunk sem bölcsebbek, sem okosabbak az elődeinknél, sem a szüleinknél, nagyszüleinknél. Ugye a kommunizmus rendszerét felépítették, működtették, vagy előtte a második, első világháborút elvesztették, a Trianonhoz vezető utat kikövezték, szétszakadt a Magyarország, Habsburg hódoltság, török hódoltság, Mátyás művét lerombolták, Árpádházi királyokat meggyilkolták, orvult, tehát mindig volt olyan közösség, aki azt gondolta, hogy amit ő tesz, az jó, és abban adott helyzetben ezt így gondolták. Tehát mindig azt kell elmagyarázni, hogy azok az emberek nem voltak sem kevésbé bölcsek, sem butábbak, hanem ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És ha mi akkor éltünk volna, nyilván nekünk is valahol ott kellett volna állást foglalnunk valamelyik oldalon, valaki mellett. És mindig azt mondom nekik, hogy sose utólag nézzék vissza, hogy mit csináltak az emberek, és miért csinálták jól vagy rosszul, hanem azt, hogy adott korban ezek voltak a viszonyok, és ebből kellett nekik választani. Tehát mindig az adott szemüvegen keresztül nézzük az adott kort, és ne visszafele mutogassunk. És ez nagyon nehéz, hogy ezt megértessük az emberekkel, hogy abban a korban azok az emberek miért úgy cselekedtek, és miért azt tették. És az jutott eszembe, hogy mondjuk visszamennénk 1000 évvel, ami mostanitól, és mondjuk itt, pont a Duna mentén, ugye tudjuk, hogy Kurszán Kündőnek volt a szállás területe, ami azt jelenti, hogy itt igazából Árpád vezér második helyettese volt a főnök, ha úgy tetszik, és az itt élő magyar vitézek, azok biztos, hogy nagyon képbe voltak, hogy mi történik az országgal. És mondjuk itt volt 1000 évvel ezelőtt egy öreg magyar vitéz, egy öreg magyar hős, aki az unokájának elmesélte, hogy volt egy bérszerződés, egy sikeres együttműködés volt, aminek köszönhetően elfoglalták a Kárpát-medencét, hősiesen. Aztán az ő apja vagy nagyapja ott volt a kalandozásoknál, amikor paripákon szágultva leigazták egész Európát, és adóztatták az összes népet, és lehet, hogy azt is elmondta persze, hogy 933-ben és 955-ben ugye megvertek minket, egyes részeinket a német-római császárság csapatai, vagy éppen 970 környékén Bizánctól kaptunk vereséget, de azt is elmondta, hogy itt van Géza fejedelem, aki egy nagyon előnyös és roppant jó szövetséget kötött a német-római császársággal, és megszerezte fiának, Vajknak, azt a hercegnőt, azt a bajor hercegnőt, aki a későbbi német-római császár húga lesz majd, tehát egy igen magas szintű diplomáciai szövetség jött létre Magyarország és a nyugat között. Tehát biztos joggal voltak büszkék arra a tettre, amit az elmúlt 100 évben mondjuk a honfoglalástól elvégeztek, és nyilván az öreg alva fejezte be az unokájának a tanítását, hogy ne felejtsd el az őseid hitét. Ezt a vallást, amit mi végzünk, amit csináltunk, ebben győztünk, és ezért vagyunk itt. Tehát volt egy kőkemény, régi ős magyar vallás. És akkor jött néhány év, és akkor az a Vajk fejedelem, aki már ekkor István királyként neveztette önmagát, jött azokkal a személyekkel, akik korábban ellenségeink voltak, a német papokkal, a német katonákkal, és valami egészen mást akart bevezetni, egy egészen más hitet. És bevezette.
És én igazából ezt nem értem, hogy van egy helyzet, és mondjuk 40 év uralkodás, és azt mondjuk, hogy István király az uralkodása végére egy keresztény feudális monarchiát épített föl, melyben az alattvalók elfogadták az ő királyságát. Persze tudjuk, hogy nem egészen így van, mert már a honfoglalás korában voltak keresztek a honfoglalók magyarok nyakában, és később is megvolt a pogányság, de mégiscsak azt látjuk, hogy ő egyedül abban a rövid kis négy évtizedben, milyen kevés az, hatalmas tettet hajtott végre. Én ezért tartom igazándiból Szent Istvánt egy igazán nagy királynak, mert elgondolt valamit, és nyilván ő is érezte azt, hogy amit ő elgondolt, az valószínűleg nem lehet végrehajtani. Tehát az, hogy egy egész népet, számtalan sok embert egy teljesen más vallásra, más hitre formáljak át, ez szerintem képtelenségnek tűnhetett. És ezt nem értem, hogy volt képes véghez vinni, és nekem ezt nem tudják mások sem megmagyarázni igazándiból, hogy mi volt az. Most gondoljuk vissza, mi volt 30 évvel ezelőtt rendszerváltozás. 30 év alatt mi történt? Mindenféle, de az, hogy egy egész nép átalakuljon, ez egy lehetetlen küldetés volt. És ahogy gondolkodtam, én arra gondoltam, hogy mit tudunk róla. Azt tudunk róla, hogy egy mélyen hívő ember volt. Azt tudjuk róla, hogy mikor a halálához közeledett, akkor az országát Szűz Mária oltalmába helyezte. Azt tudjuk róla, hogy az intelmekben leírta, hogy a hit a legfontosabb számára, és a hit alapján tudja ezeket végrehajtani. És azt tudjuk róla, hogy mikor meghalt, akkor az nagy boldogasszony napja volt, tehát augusztus 15, azért ez nem lehetett véletlen. Tehát azt gondolom, hogy István is tudta azt, hogy amit ő végre akar hajtani, az szinte egy lehetetlen küldetést, de végre kellett hajtani, és nyilván segítséget kért, de ez nem egy emberi segítség volt, hanem valószínűleg föntről kért segítséget, és mint a történelem igazolta, ezt a segítséget meg is kapta. Tehát mondhatjuk azt, hogy Szent Istvánnak az a hit segített, amit akkor abban az időszakban csak kevesen képviseltek itt Magyarországon, és mégis egy rövid uralkodás alatt, 40 év nagyon rövid idő, képes volt egy keresztény magyar feudális monarchiának az alapjait lerakni, egy sámánhitű, pogányhitű, részben, nyomokban a kereszténységgel már kacérkodó, egészen más ősi magyar vallásra. Azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz tett, nagyon nagy tett volt. És hogyha ugye azt várják egy szólóktól, hogy magyar, hogy egy üzenettel álljon elő, hogy mit üzen nekünk, mit üzen nekem mára, ma mit tudnék kiolvasni Szent Istvánnak a munkájából, és én azt gondolom, hogy én most abban a helyzetben vagyok, azt gondolom, hogy a hit. Tehát, hogy aki valamit eltökél, legyen ez a legmagasabb állami szinten, vagy akár legalul, az csak hittel lehet végrehajtani, mert hit nélkül egyszerűen nem lehet nagy dolgokat végrehajtani. Úgyhogy én azt gondolom, és azt üzenem öröknek, és azon gondolkozzanak, hogy ha valaki valamit eltökél, akkor hit nélkül ez nem fog menni, hittel viszont minden lehetséges. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szatmári táncok következnek. Fogadják szeretettel Abonyi Zsófiát, Száva Borbálát, Rahos Istvánt és Urbán Mártont.
Köszönjük, hogy velünk emlékeztek. Végezetül kérem Önöket, énekeljük el közösen a szózatot.